Áldás békességet kívánok! Advent negyedik vasárnapján vagyunk együtt. Kezdjük meg Isten tiszteletünket. Gyülekező énekként énekeljük a 308. dicséretünknek első három versét. A 308. dicséretünk első verse így kezdődik. Igaz Isten, ígéretedben változhatatlan valóság. Fennálló énekül énekeljük a 89. Zsoltár első versét. A 89. Zsoltár első verse így kezdődik, az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Köszönöm.
helyünket elfoglalva magasztaljuk tovább a mi Urunkat, a már megkezdett 89. Zsoltár 3. és 4. versét énekeljük. A 89. Zsoltár 3. verse így kezdődik, az egek hirdetik sok csuda dolgodat, a szent gyülekezet te igazságodat. Emlékünk és békesség Istentől, mennyei atyánktól, fiától Jézus Krisztustól, megszentelő Szentlélek Úr Istentől. Amen. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet! Isten igéjét olvasom a Lukács írása szerinti Szent Evangélium 2. fejezetéből, a 8. verstől a 14. Míg ezt teszem, kérem foglaljon helyet a gyülekezet. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik, ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz.
Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra, találtok egy kisgyermeket, aki bepójába fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték Istent, és ezt mondták. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Tegye Isten áldásá szívünkben igéjét, ezért imádkozzunk. Dicsőítünk téged, kegyelmes édesatyánk, advent negyedik vasárnapján, karácsony küszöbén. Dicsőítünk a jó hírért, melyben a mi szívünkhöz is elérkezik a te üzeneted. Jézus Krisztus eljön ebbe a világba, hogy aki ő benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Kérünk, Urunk, bocsáld meg bűneinket, és tégy készé bennünket, hogy akaratod szerint járjunk, és szíved szerint engedelmeskedjünk neked. Fiad Jézus nevében, lelked közösségében kérjük, Atyánk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Kedves testvéreim, énekeljünk a 304. ének első verseit. A 304. ének első verse így kezdődik, kapuk, emelkedjetek, kiáltó szó hallik. Kapuk, emelkedjetek, kiáltó szó hallik, émjő fejedelmetek. Sok áldása, bétől teljes ideje, hogy minden szent lássa. A 12. verset olvasom, testvéreim, az imént olvasott igeszakaszból. A jel pedig ez lesz számotokra, találtok egy kisgyermeket, aki befolyálva fekszik a jászolban. Kérem, foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves testvérek, a bűnbánati estéken azzal foglalkoztunk, mit jelent Jézus Krisztus földi életének a kezdete, mik voltak Jézus földi életének kezdetei. Foglalkoztunk azzal, hogy hogyan hirdette meg Gabriel angyal Máriának, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, a magasságos Isten fia ebbe a földi létbe megérkezik. Foglalkoztunk azzal, hogy mit jelentett az angyali üdvözlés, mit jelentett az angyali üdvözlet, és aztán az angyaloknak a köszöntése, akik azt mondták, hogy legyen dicsőség a mennyben, legyen békesség a földön, és a jó akaratú embereknek töltse be a szívét az élő Isten szerinti jó akarat és békesség. Most pedig foglalkozunk azzal, testvérek, hogy mit jelentett Jézus Krisztus érkezése a pásztorok számára. Ugyanis az angyalok mennyei lények, elvégezve a küldetésüket, visszamentek a mennyei atyához, visszatértek abba a láthatatlan világba, ahonnan az atya elküldte őket. De ezek az emberek, a pásztorok itt maradtak a mi földi létünkben. Továbbra is itt maradtak. Ők azok, akik elsőként hallják az Isten fia születéséről való jó hírt. Miért pont a pásztorok? Miért ezek a pásztorok? Sok ilyen kérdést lehetne feltenni, de meg kell mondjuk őszintén, hogy nem tudjuk. Isten különös kegyelme, hogy őket választotta ki erre a célra, hogy ők hallják először ezt a jó hírt. A rengeteg pásztor közül, akik Betlehemben őrizték anyájaikat.
Mindenestre te tudjuk, hogy ezek a derék emberek éjjel is vigyáztak, őrizték a rábízott nyájakat. És se Máriáról, se Józsefről nem tudjuk, hogy Isten miért éppen őket választotta ki. Titka ez az élő Istennek. A lényeg az, hogy kijelentette akaratát, és kijelentette kegyelmét. Aki megragadja az élő Isten kegyelmét, azelőtt megnyílik az Isten titka, azelőtt nyilvánvalóvá lesz Isten akarata, és az betöltheti szolgálatát engedelmes, hűséges, Isten követő életben. Ha emberileg próbálunk magyarázatot keresni erre, hogy mégis miért a pásztorok, akkor talán megoldásnak mutatkozik valamennyire, hogy ezeknek az embereknek különös helyük volt, egyrészt különös helyük volt és jelentőségük volt a Bibliában. Már az első testvérpárnál, Kain és Ábel esetében is olvassuk, hogy Ábel pásztor, Kain pedig földművelő volt. Aztán pedig Ábrahámról tudjuk, hogy pásztor fejedelem volt, Jákob is pásztor volt, testvére Ézsau pedig földművelő. Izrael népe Egyiptomban pásztor nép volt. Mózes 40 évig végezte a pásztorkodási feladatát, őrzi apósának, Jetrónak a juhait. Dávidot, aki később király lett, és Ámos, aki próféta lett, pásztorbot mellől hívja el az élő Isten. És mindnyájan ismerjük bizonyára a 23. Zsoltárt, amelyik az élő Istenről így beszél: az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, kies legelőkön deleltet, csendes vizekhez vezet engem. Másodszor gondolhatunk arra, hogy nagyon lenézett foglalkozás volt ez annak idején, a bibliai időkben pásztornak lenni. Azért, mert mindenképpen a föld népéhez tartoztak. És ezért ezt mondták róluk, hogy képtelenek betartani az Isten parancsolatát, a mózesi törvényeket. Megvetett emberek voltak. Úgy gondolták, hogy az üdvösségből is ki vannak zárva, mert képtelenek Isten parancsa megtartására. És ezért mindenképpen lehetetlennek tartotta, bárkit megkérdeztek volna, hogy pont pásztoroknak hirdeti majd Isten elsőnek az evangéliumot. És meg kell állapítanunk, hogy az emberek között legelőször a pásztorok voltak tanúi Jézus Krisztus megszületésének. Az angyalok, mint említettem, visszamentek az atyához, azonban a pásztorok maradtak. Maradtak bajaikkal, szükségeikkel, kérdéseikkel, ott maradtak a sötétben, ott maradtak az éjszakában, tanástalanságukban, a bűnös világban. És talán felteszik a kérdés, hogy mi volt ez, amivel itt találkoztunk. Talán álom volt, érzéki csalódás volt, halucináció volt, déli báb volt. Mi volt mindez, amivel itt most szembesültünk? És emlékeztek, hogy azt mondta az angyal, találni fognak egy kisgyermeket a jászolba fektetve, és úgy gondolták, hogy ez egy felhívás. Hát ha felhívás, akkor engedelmeskedjünk. És olvassuk a Bibliában, hogy úgy kell noszogatni és bátorítani egymást. És mondták is egymásnak, hogy mindnyájan menjünk el. Lehet, hogy voltak néhányan, akik azt mondták, hogy nem, nekünk fontosabb, hát ebből élünk, ez a munkánk, hát erre választottak bennünket, hogy a pásztorkodást vegyük komolyan, nem megyünk. És azt mondták, hogy menjünk el mindnyájan. Meg vagyok győződve, hogy megoldották, hogy amíg távol vannak, kik viselik a juhoknak a gondját, de fontos volt, hogy mindnyájan menjenek el, és engedelmeskednek. És azt mondják, hogy nem csak egy darabig, nem csak elindulni, hanem menjünk el mindnyájan Betlehemig. Mindnyájan érkezzünk meg, mindnyájan lássuk meg, amit Isten angyala kijelentett.
és elindulnak az ember szavára, az angyal szavára, minden emberi garancia nélkül. Azt olvassuk, hogy sietve mennek, időt jelent az oda, idő, bekerül a visszaút is, ott van a nyáj, rebegnek, de mégis fontosabb, hogy a karácsonyi hírrel szembesüljenek, a karácsonyi hír megvalósulásával szembesüljenek. És azt olvasuk, testvérek, hogy nem hiába az igyekezet, nem hiába egymás buzdítása, nem hiába az engedelmesség, megtalálják Jézust. Úgy találják, ahogy az angyal kijelenti nekik. És testvérek, szeretnék mindenkit nagyon-nagyon bátorítani, hogy vegyük komolyan Isten ígéreteit. Amikor Isten az igeolvasásunk kapcsán megszólít egy-egy igével, és amit a szívünkre veszünk, akkor ezt őrizzük, ahogy Mária is a szívében forgatta, és engedelmeskedjünk Isten akaratának. Hittel engedelmeskedjünk. Hiszem és teszem, amit mond. És átélem, hogy Isten komolyan veszi az ígéretének a beteljesítését. Ott találják a kisgyermeket, bepójálva feküdni a jászolban. Hisznek abban, amit az angyal erről a gyermekről mondott, mert az Isten igéje, az Istentől való üzenet mindentől fontosabb volt számukra. Olvassuk az igét, higgyünk Isten szavának, és engedelmeskedjünk az ő akaratának. És testvérek, amikor meggyőződnek és látnak is, amikor a hitük látássá válik, amikor a reménység beteljesedik, nem ér véget a földi küldetés. Mint ahogy itt a nap beragyog, az ő életüket is beragyogja a fény, az Isten igének az örömhíre, és erről a fényről, a világ világosságáról beszélni kell. Nem marad meg a szívükbe. Mennek és mondják mindenkinek. Beszélik, pedig tudjuk, hogy a pásztorok mennyire szófukar emberek, de most tele van a szívük, és mondják, akivel találkoznak, mindent, amit a gyermekkel kapcsolatban láttak, tudnak és hallanak. De hát, mi lesz, ha kinevetnek? Mi lesz, ha azt mondják, hogy jaj, bolondot beszélnek? Kitalálják? Nem baj. Nem baj, ha kikaszagnak, nem baj, ha csodálkoznak, nem baj, ha csóválják a fejüket. Hallják meg! Legelőször ezek a pásztorok is azt olvassuk a Bibliában, hogy úgy megijedtek, hogy majdnem hanyatt estek. Hát ki találkozik angyalokkal? De az angyal tudja, hogy nem ez a cél, hogy féljenek. Mondja is, nagy örömöt mondok nektek, hirdetek néktek, evangélizálok nektek. És amikor betölti ez a nagy öröm a szívüket, azt meg kell osztani. Lehet, hogy nem harsányan, nem durván, bántó módon, de elmondják örömmel, amiről Isten meggyőzte őket, mert a hitük valósággá lett. Nem úgy térnek vissza, ahogy elmentek, hanem Isten dicsőítve, mert mindaz, amit láttak és hallottak, nyilvánvalóan valósággá lett. Látták az Istentől való gyermeket, és magasztalták az élő Istent. Testvérek, olyan nagy dolog, amikor valaki mégis Istenben hisz. Mondhatták volna ezek a pásztorok, hogy jó, jó, de hát itt van a nyáj. Hát leköt a munka. Mondja valaki, jó, jó, de hát itt van a család. Hát mégis a család az első. Jó, jó, de hát annyi munkám van, hát nem tudok időt szakítani Isten dolgaira. Csak hát aki ezekre hivatkozik, az nem látja az Isten ígéretei beteljesedését. És ezért jó, ha mi is megvizsgáljuk az életünket, és
amit alá kell rendelni Isten akaratának, azokat alárendeljük. Vajon előtérbe helyezzük azt, hogy meg akarom látni az Isten ígéretének a beteljesedését. És ezek a derék emberek jól lehet voltak, akik aggatolóztak, akik nehezen álltak rá, de megállapodtak, hogy gyertek, menjünk el mindnyájan Betlehemig. És el tudom képzelni, lehet, hogy valakibe bele kellett karolni, talán az idősebbekbe, lehet egyiket, másikat még egyszer kellett győzködni, de eljutottak Betlehemig. És milyen csodálatos, ahogy megtelt a lelkük, és volt mit mondani. Volt mit elmondani az otthoniaknak, volt mit elmondani azoknak, akik ott maradtak a nyájakkal, mert a látás az beteljesedett, valóság lett. Boldog az az ember, aki hitt, mert beteljesednek az ígéretek, amelyeket Isten adott. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, felséges Istenünk, indítottad ezeket az egyszerű embereket arra, hogy amiket láttak és hallottak, látták az angyalt, az angyalokat, hallották az Úr Jézusról szóló evangéliumot, komolyan vették és elindultak, hogy meggyőződjenek arról, hogy valóban úgy is van. Köszönjük, Urunk, hogy ezeken az ünnepi órákon és napokban a mi hitünket akarod egy kicsit elővenni, és azt akarod, hogy higgyünk a te beszédednek, higgyünk a te szavadnak, hogy aztán mi is örömhírmondók, békekövetek legyünk családunkban, munkahelyünkön, iskolában, ott, ahol éppen látnak, kívánsz bennünket. Töltsük be küldetésünket. Imádkozunk, Urunk, településünkért, imádkozunk öregeinkért, özvegyekért, árvákért, szenvedőkért, betegekért, sötétben, kétségbe esetten, sóhajtozókért, jajveszékelőkért, félelmes szívűekért. Cselekedj, kegyelmes Istenünk! Hadd legyen örömhírré, áldássá, valósággá a te igéd mindnyájunk számára. Atyánk, fiad Jézus nevében, lelked közösségében kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az atyának kegyelme, fiúnak szeretete, Szentlélek Isten közössége legyen mindnyájunkkal. Amen. Kérem, foglaljon helyet a gyülekezet. Így énekeljük, kedves testvéreim, a 304. ének, 304. ének 6. versét. Így kezdődik: Isten báránya, jöv el, mutasd szelítséged, Uram, felemelt fővel várom üdvösséged. Isten báránya, jöv el, mutasd szelítséged, Uram, felemelt fővel várom üdvösséged. Igazság napja támadj, adj világosságot. Magamnak nincs rám, adj örök igazságot. Kedves testvéreim, a
Az elmúlt héten vettünk búcsút Nagy Ferencné, 76 évet élt testvérünktől, aki az Arany János utca 6 szám alatt lakott. A család Isten dicsőségére virágot adományozott az urasztalára, gyászoló testvéreinknek Isten vigasztalását kívánjuk. Eltávozott közülünk Kovács Gyuláné, akinek Isten 87 esztendőt adott ebben a földi létben, és az Ifjúság utca 5 szám alatt lakott. Temetése csütörtökön történik 13 órakor. Eltávozott közülünk Filip Sándorné, 74 éves korában az Orbán körút 10/A szám alatt lakott. Temetése holnap 11 órakor lesz. Fenyőfát a templomba és a gyülekezeti házba Rózsa László és Szigeti Miklósné adományozott. Köszönjük szépen! Holnap szentestén itt a templomban 17 órakor tartunk Isten tiszteletet. Karácsony első napján 10:30-kor úrvacsorás Isten tisztelet lesz a templomban, 15 órától pedig hálaadó Isten tisztelet a gyülekezeti házban. December 26-án templomi Isten tisztelet 10:30-kor kezdődik, és a ünnepzáró Isten tisztelet pedig 15 órakor a templomban, a gyülekezeti házban. Legátusunk Bujáki Ádám, másodéves teológiai hallgató. Eddig a kórházban, idősek otthonában, megoldásházban és háznál 66 testvérünk élt úrvacsorával. A elmúlt héten is 10 úrvacsoráztak, 56 volt elmúlt vasárnapig, most pedig eddig 66 fő élt úrvacsorával. Jelentem, testvérek, hogy Isten tisztelet után van lehetőség járulék egyházfenntartói, vagy pedig Isten dicsőségére való adomány befizetésére itt az urasztalánál. Isten legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Énekeljük, kedves testvérek, tovább a megkezdett énekünket, a 304. ének 7, 8 és 9. verseit. A 7. vers így kezdődik, Dávid gyökeres ága, fényes hajnalcsillag. Dávid gyökeres ága, fényes hajnalcsillag, pogányok kívánsága, megígért áldott mag, és a törzsökéből származott vesszőszál. Nékem atyám kedvéből erős torony kőszál. Bennem az Úr temploma, általad készüljön, vesszen a bűnnek nyoma, lelked újjá szüljön. Méltó száz személyedre, egy adló világon, dicső jelen létedre, dőljön le a dágon. Tíz szívemre pecsétül, bélyegül karodról.